a tárlat betekintést enged az antropológia világába, megmutatva azt, hogy a csontok valóban szóra bírhatók. A tudomány és a technika segítségével megismerhetjük őseink szokásait, arcvonásaikat, akár a betegségeiket is. Időutazása javából felnőtteknek és gyerekeknek is nagyon jó lehetőség arra, hogy megismerjük elődeink életét és az antropológusok kicsit talán misztikus munkájának világát. Az emberi asznak a szerepe az különleges a legkorábbi időszaktól kezdve, az újkőkortól, sőt még az előtte lévő időszaktól kezdve is. Az első ilyen szobrok, amikkel egyébként az emberek ábrázolják saját magukat különböző ilyen szimbolikus, hogy mondjam, formába, abban mindig nagyon érdekes az, hogy az arcot azt valamilyen szinten plasztikázzák, kidolgozzák, illetve egy másik nagyon érdekes egyébként dolog, hogy állarcot tesznek föl, tehát valamit egyébként húznak elé. Például ugye világhíres a Szegvár tűzkövessé Sallós Isten, hogy agyagból készült, ez körülbelül egy olyan jó 6500 évvel ezelőtti, és annak is, hogy az arcán ugye egy ilyen maszk van. És ez miért van? Hát azért, mert az ember az arcán keresztül érintkezik a világgal, és amikor a személyekkel, ugye a mellette lévővel, a törzsbeliekkel, a sajátjaival ugye mondjuk kapcsolatba lép, ugye akkor a saját arcát mutatja meg. Amikor idegenekkel, akkor lehetséges, hogy valami fajta más póz vesz fel, de amikor a transzcendentummal, tehát az istenekkel, a földön túliakkal, tehát a fölöttünk állókkal, akkor el kell takarni az arcát. Ennek egyébként megvan a rituális szokása, tehát aznak az eltakarása, illetve fölfedése, az gyakorlatilag az embernek a világban való úgymond jelenlétének az eszmei formája. És ehhez kapcsolódik egyébként szinte mindenfajta szokás és mindenfajta, hogy is mondjam, ilyen rituális eljárás, amely az emberiség történetében a különböző kultúrák előfordult. A rajzóra, a képzőművészeti óra helyett a Semsei Kastély most biológia órára invitálja a gyermekeket, illetve a balmazújvárosi lakosságát. Milyen kiállításnak lehetnek tanulni a helyiek, a balmazújvárosiak? Ez inkább antropológiai kiállítás, ami persze egy része biológia is egyébként egyben, és azáltal, hogy mondjuk arcrekonstrukcióknak a készítéséről, tehát ismert mondjuk koponyáknak, illetve ismert vázaknak a koponyájáról, ugye az arcoknak a rekonstruálását próbálják meg ugye ennek a nemzetközi tudománynak a legjobb magyar képviselőinek a kiállításának. Ugye láthatjuk itt, és ez nagyon érdekes, mert ez kicsit olyan betekintés a múlt kutatásába és meg a múlt emlékeibe is. Tehát az antropológia is valóban egy kitágult tudomány lett, tehát a hagyományos történeti antropológia az tulajdonképpen az az embertan, ami a vázra épül, tehát a megtalált váznak ugye a vonatkozásait, meg annak a, hogy így mondjam, az árnyékából nézi a különböző egyébként történeti úgymond eseményeket, amiket ki lehet következtetni. Szélesebben azért egyébként az a fajta antropológia, ami hát úgymond a kulturális magára visz annak, hogy úgynevezve van a kulturális antropológia, ami az embernek a világban való úgymond jelenlétét hordozza, és ugye ennek van egy egészen nagy, ugye egy ilyen big history, tehát ilyen nagy történeti úgymond vonatkozás, és az emberi fajnak az egész földön való egyébként úgymond létezése, annak a lenyomata, meg annak az általános formának mondjuk a kutatása, hát ez meg ugye új keletű mostani egyébként tudomány kezdeni. Tehát mind a háromról van szó, de az itt az inkább azért mondjuk az elsőről van szó, tehát a hagyományos értelembe vett történeti antropológiáról, amelyik ugye a emberi vázakkal, azon belül meg a koponyával foglalkozik. Ez a nagy terem ugye, ami úgy bemutatja nagyjából, hogy a csontvázak milyen fontosak. Tehát ugye ott középen van ugye egy váz kitéve, aztán a különböző egyébként vázaknak a részei, főleg a koponya, meg ugye a combcsontoknak ugye a csoportosítása, ott láthatok önöket egyébként, hogy ilyen furcsán, úgymond deformálódott egyébként vázak, tehát ugye sérüléseknek, betegségeknek a nyomai, tehát mi mindenről beszélnek a csontok, ugye itt láthatjuk. A különböző betegségek, a különböző szokások, legyen az pozitív vagy negatív, hogyan hat az ember vázára, a csontvázára? Szinte minden dolog meglátszik a csontvázon. Kérdés az, hogy mondjuk szabad szemmel lehet látni, vagy mondjuk mikroszkópikusan, vagy egyéb más eljárásokkal. Utóbbi időben ugye sokat fejlődött ugye a mikroszkópikus eljárásoknak, a mindenféle más elemzéseknek a lehetőségei. De abból kell aztán kiindulni, mint az élő embernél. Hogy az élő embernek, hogyha rendben van, tehát azok a szerveinket nem ismerjük, amik nem fájnak és amik jól működnek. Mikor eltér valami, tehát valami történik vele, megbetegszik, valami van vele, onnantól kezdve létezik a fájdalmon keresztül, meg a rendellenességén keresztül. Itt ugye a vázaknál ugye a néma fájdalomról beszélhetünk, ugye, mert itt csak azt látjuk, hogy a normális vázak ugye valamiképpen eldeformálódtak, a kulcscsontok eldeformálódtak, ugye, hogy a furcsa képződmények vannak benne, a gerincoszlop el van formálva, és el tudjuk hozzá képzelni, hogy annak idén az a gazdájának micsoda fájdalmakat okozott egyébként, és milyen hátrányt jelentett. A történelmek során melyik volt az a korszak, amikor a legkevésbé
kevésbé deformálódtak el ezek a csontvázak. Ilyen korszakot nem tudnék mondani, inkább azt tudnám mondani, hogy általában véve azok a úgymond események, amelyek nem okoznak a csontban átformálódásokat, tehát mondjuk egy valamilyen mérgezésszerű tünet vagy halál, bár annak is vannak lerakódásai, mondjuk csak esetleg nem látszik, mondjuk egy alzénos mérgezésnek ugye meg lehet találni a nyomát lerakódásba, de így a formában nem látszik. Tehát mondhatnám azt, hogy azoknak, amelynek ilyen lenyomata nincsen, hanem mondjuk lélegzés vagy keringési úgy betegségek voltak, abba haltak mondjuk bele az illetők, ugye ezeknek nincsen nyoma. Tehát ezeknek nem találunk nyomát, de még egyszer mondom, most már az ilyen a genetikai elemzésekkel lehet másfajta dolgok is egyébként nyomát találni, de biztos vannak olyanok még abban is, ami nem látszik. Több magas termetű ember van ma, akár hogyha most egymásra nézünk, mi is egyébként azok közé tartoznánk, hogyha ezt a középkorba keresnénk, akkor mi a gigantikus méretűek közé tartoznánk. Pár forró magyaroknál mondjuk keresni, ott is volt, ne felejtsük el, csak nagyon ritka. Tehát mondjuk van egy ilyen növekedés, ami tulajdonképpen talán összefügg azzal a jóléttel, hogy a táplálkozás, hogy a civilizáció ugye sokat fejlődött, a fizikai igénybevétel csökkent, illetve a mesterséges tápszereknek, a mesterséges tornáknak, izomerősítéseknek, fitness dolgoknak az eredményeképpen az ember egy ilyen mesterséges atlétikus formát egyébként kezd fölvenni. Tehát ez mondjuk biztos, ha látszik a vázakon. Különböző híres embereknek a helyreállított arcai vannak egymás mellett, aztán föl van írva, hogy ki kicsoda, ugye az külön érdekes, hogy harmadik Béla királyunktól kezdve, ugye Szent László királyunk, akkor ugye a Báthori Erzsébetnek ott van, illetve Járus Pannoniusnak, hogy ott van az arca, tehát hogy hirtelen a történelmi úgymond szereplőinknek a régmúltból megelemedik az arcot együtt. A gondos vizsgálatok után egyébként föl lehet építeni, minél jobban megközelítve az eredeti, amikor még ugye élt és érzett, hogy azt a arcformát, illetve azt a koponya formát egyébként fel tudják most már építeni, és ennek az igénye viszont nagyon nagy. Ez pedig azért, mert a személyességnek az igénye, ugye a mai kultúrában még nagyobb, mint korábban, hiszen ugye általában egy vizuális kultúrát élünk ma, és ugye abban az arcok beszédesebbek, mint az üres szavak. A tudománynak is van egy ilyen fajta úgymond félrecsúszása, hogy a betegségeknek, a torzulásoknak egyébként a szemléletét nézi, pedig mögötte ugye valamikor ugye azoknak az embereknek a többsége is egyébként, ahogy az a kislány mondta a maga elevenségével, nyilván boldog embernek kellett lennie, csak annak egyébként kevesebb része maradt meg. Na most szerintem ennek a fajta dolognak a felidézésébe különösen jók ezek az arcok, mert ezek az arcok visszahozzák ugye ennek a reményét is. De ezt a kiállítást, ezt a vándorkiállítást megnézni mindenképpen érdekes egyébként, és mondjuk ne sajnálják tőle az időt, ne gyorsan fussanak rajta egyik végig, hanem egyébként lehet ugye az élményeket egyébként megbecsülve újra visszanézni, tehát egy ilyen többszörös visszanézéssel meg lehet nézni ezt a kiállítást, mert elég sok minden kérdésre ad választ.